Jó napot kívánok! Negatív rekordot döntött délelőtt a forint. 312 forintot is kellett adni egy euróért a bankközi devizapiacon. 6 forinttal többet, mint a tegnapi záráskor. A forint már reggel gyengüléssel nyitott, az árfolyamot a térségbeli devizákkal, vagyis a lengyel zlotyival és a cseh koronával együtt egész délelőtt jelentősen ingadozás jellemezte. A dollárt 246, a svájci frankot 208 forint körül jegyezték az elmúlt órákban. Gyurcsány Ferenc azt javasolja, hogy az Európai Központi Bank fogadja el hiteleinek fedezeteként az eurozónán kívüli országok államkötvényeit is. A politikus szerint ez hozzájárulhatna a pénzpiacok stabilizálásához. A miniszterelnök tegnap azt mondta, a kormány legkésőbb szeptember 30-áig kitűzné az euró bevezetésének céldátumát, mert van esély arra, hogy Magyarország legkésőbb 2011-ig teljesítse a Maastrichti kritériumokat. Gyurcsány Ferenc ezt Londonban jelentette be, ahol találkozott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgató tanácsával. A kormányfő szerint a magyar gazdaság finanszírozását sem közép, sem hosszú távon nem fenyegeti veszély. A hétvégi uniós csúcson a közösség állam és kormányfői úgy döntöttek, nem kap külön 180 milliárd eurós mentőövet Kelet-Európa, de a magyar kormányfő szerint még van esély a javaslat elfogadtatására. Még egyszer mindenki végig fogja ezeket gondolni, mi tovább fogunk érvelni, és én szerintem az idő ebben Magyarországnak dolgozik. Azt mondtam vasárnap délután valamikor, hogy nézzétek, bekövetkezhet az, hogy 3 hónap múlva azt fogjátok mondani, milyen jó lett volna, ha csak annyival megúsztuk volna, amit a magyarok javasolnak, menni még nagyobb a baj. Tárgyalni, érvelni, meggyőzni, nincsen más eszköz a politikának, mint ez. Ezt kell csinálni. Több kiemelt beruházás visszavonásáról dönthet a gazdasági válság miatt a kormány a mai adásunk idején is tartó ülésén. A híradó információi szerint a budai vár felújítása biztosan elmarad. A Népszabadság úgy tudja, hogy a komáromi monostori erőd fejlesztését is leállítják, így összesen 30 milliárd forintnyi uniós forrást csoportosítanának át munkahely megőrzésre és a versenyképesség javítására. Ismét csak 50 ezer forintos bér előleget kapnak márciusban a Malév dolgozói. A fizetés fennmaradó részét 20-a környékén utalják, tudta meg a Népszabadság. Ennek az az oka, hogy a tegnapi közgyűlésen sem döntöttek a társaság tőkehelyzetének rendezéséről. A halasztás fő oka, hogy a jelenlegi tulajdonosok még mindig nem fejezték be a Malévot birtokló Airbridge részvényeinek átadását a hitelező orosz banknak. Közeledtek az álláspontok a bértárgyaláson a BKV-nál, miután a munkáltató 1%-kal megemelte ajánlatát, a szakszervezetek pedig engedtek 1%-ot a követeléseikből. Így most a cég 4%-os idei bérfejlesztést ajánl, míg a buszos érdekképviseletek 7, a kötött pályás dolgozókat képviselők pedig 7,5%-ot kérnek. Az egyeztetések pénteken folytatódnak. A szakszervezetek a múlt héten jelentették be, hogy a tárgyalások sikertelensége miatt bármikor tarthatnak figyelmeztető sztrájkot. A tavainál 50 millió forinttal kevesebbet, 350 millió forintot költenek az állami rendezvényekre az első fél évben. Az 1848-as forradalom évfordulójára rendezett ünnepségsorozat már 9-én elkezdődik. Az idei rendezvényeket az Expander 2000 Kft. Szervezi. A cég nyílt közbeszerzési eljáráson kapta a megbízást. A Fidesz az utóbbi évektől eltérően ezúttal nem az Erzsébet híd Pesti híd főjénél, hanem a budai várban a dísztéren tartja majd a megemlékezését március 15-én. Az ünnepségen Orbán Viktor pártelnök is beszédet mond. Egy-két egykori guantanamói foglyot fogadhat be Magyarország, de erről még nem született döntés, közölte a külügyminisztérium. A határozattal a magyar kormány megvárja, hogy az Európai Unió is kialakítsa álláspontját a foglyok befogadásáról. Guantanamón jelenleg mintegy 250 embert tartanak fogva, közülük 27 vár befogadásra.
Újabb marihuána ültetvényeket találtak Budapesten. A rendőrök lakossági bejelentések alapján bukkantak 5 termesztőhelyre. Azt nem árulták el, hogy pontosan hol. Korábban 6 családi házban találtak üzemi méretű ültetvényeket a nyomozók a fővárosban, ezután kapták a bejelentéseket. Az eddig elfogott 3 vietnámi állampolgár mellett újabb 3 vietnámi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Még mindig keresnek 6 embert a tegnap összeomlott kölni városi történeti levéltár romjai alatt. Az épület szinte pillanatok alatt dőlt össze, de a legtöbben ki tudtak menekülni. Az omlást a metróépítés okozhatta. A károk felbecsülhetetlenek. Köln 1000 éves történelmi emlékezete veszhetett oda. A szemtanúknak a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás jutott eszükbe a tegnapi kölni házomlás láttán. Pillanatok alatt omlott össze és tűnt el a városi történeti levéltár épülete Köln belvárosában. Délután 2 kaptuk az értesítést, hogy egy épület összedőlt, mondja a kölni rendőrségi szóvivő. Mire kiértek, kiderült, hogy nem csupán a levéltár, hanem még 2 szomszédos épület is leomlott. Az omlást furcsa, de jól hallható morajlás előzte meg, ezért a legtöbben ki tudtak menekülni az épületből. A legutóbbi jelentések szerint még 6 ember sorsáról nem lehet tudni. Őket folyamatosan keresik speciális mentőkutyák segítségével. Gyorsan, de annál óvatosabban kell dolgozniuk, ugyanis az omlás veszély még nem múlt el. A helyszín alatt zajló metróépítés okozhatta a szerencsétlenséget. A levéltár épületének törmeléke az építkezés területére omlott. A város déli részén a híres kölni domtól alig több mint 1 kilométerre magasodó épület Németország egyik legjelentősebb és legnagyobb levéltára volt. A szakértők szerint a város emlékezete veszhetett oda. A károk felbecsülhetetlenek. A több mint 1000 éves kölni várostörténet dokumentumai mellett számos történelmi, illetve irodalmi hagyatékot és gyűjteményt temettek maguk alá romok. A pakisztáni hatóságok őrizetbe vettek több gyanúsítottat a tegnapi lahorei terrorakcióval kapcsolatban. Egyelőre nem az elkövetők kerültek rendőrkéze. Magas jutalmat, 126 ezer dollárnak megfelelő összeget ajánlottak fel a pakisztáni hatóságok az elkövetők azonosítására. A Sri Lankai kriket válogatott elleni támadást mintegy tucatnyi állarcos fegyveres követte el. A mai Punjab állambeli lapokban megjelent felhívásban egyelőre csak 2 feltételezett terrorista fotóját közölték. Profitálhat a gazdasági válságból a Dacia. Németországban megnőtt a kereslet az olcsónak számító modell iránt, miután több uniós országhoz hasonlóan a német kormány is pénzzel, 2500 euróval támogatja azokat, akik újra cserélik régi használt autójukat. Ez az összeg egy Dacia árának csaknem a fele. Így, míg mások csökkentik, a romániai gyártóüzem éppen most növeli a termelést. A Rolls-Royce-ok, BMW-k, Mercedes-ek és egyéb csillogó autók között idén minden eddiginél büszkébben feszíthetnek a Dacia modellek a genfi autószalonon. Amíg a világ nagy autógyártói sorra állnak át a rövidített munkahétre a megrendelések és így a termelés csökkenése miatt, addig a Dacia Renault éppen arra készül, hogy több autót gyártson. A cég szóvivője elmondta, a jövő héttől a mostani 1085 autó helyett 1200-at gyártanak naponta a Dacia Mioveni gyárában. Mégpedig a BMW-k és Mercedes-ek hazájába, a német piacra. Ugyanis minden eddiginél jobban megéri a németeknek Dacia-t venni, magyarázza a Renault operatív igazgatója. Több európai kormány az autóipar fellendítése érdekében komoly összeggel támogatja azokat, akik lecserélik régi autójukat és újat vesznek. Németországban 2500 euró támogatás jár, vagyis a kormány a felét kifizeti egy 5000 eurós új Dacia-nak. A romániai Mioveniben kitörő örömmel fogadták a hírt. Ez a munkás éppen azt mondja, hogy ismét biztonságban vannak. Ha csak néhány hónapra szól is az új szerződés, akkor is jobb, mint a bizonytalan. Összesen 14 ezer munkahelyet mentettek meg most a takarékos németek. Ennyien dolgoznak a román üzemben, amelynek azért a válság nehezéből is kijutott. November óta többször is le kellett állítani a termelést, amely mostanáig a negyedével csökkent. Bemutatták a Puskás Ferenc életéről készült dokumentumfilmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Eddig be nem mutatott archív felvételek is láthatóak az alkotásban, amely jövő csütörtökön kerül a mozikba. A Puskás Hungary című filmet Albási Tamás rendezte.
Végül a ma estig várható időjárásról. Többnyire erősen felhős lesz az ég, szórványosan esőre, záporra kell számítani. Helyenként megerősödik a délkeleti szél. Délután 6-13, este pedig 4 és 9 fok között valószínű a hőmérséklet. Most sporthírek következnek, 2 órakor az interneten lesz legközelebb híradó, itt az M1-en pedig 17:30. Viszontlátásra!